Hello mindenkinek, Krezsek vagyok, és tudod folytatni a Risen-t? Azaz, felemelkedve? Ja, körülbelül ennyit jelenthet, mert ugye Rise felemelkedni, Rose felemelkedett, Risen pedig felemelkedve. Ja. Die! Yay! Na, szóval akkor felemelkedve, Risen. Egyébként az a fura, hogy ez a név, ez nem is a... Nem úgy jött, mint a Gothic-é, tehát a Gothic-nek ugye a neve teljesen független a történettől, viszont a Risennek a történetből jött a neve. Tehát ez szerintem kicsit érdekes, mert ugye bár pont arról szól, hogy az emberiség fel fog emelkedni, és innen jött a felemelkedve név. Nem tudom. Egyébként azt bírom, hogy sok játékot ugye lefordítanak magyarra, és borzalmasan hangzik magyarul, de ezt ezek nem fordítják le, pedig még jól hangozna úgyis, hogyha le lenne fordítva magyar nyelvre, hogy felemelkedve. Szerintem nagyon epikusan hangzik, akárki akármit mond. Druida bőrök. Jó, hogyne, persze az élet plusz egy életerőt ad. Ó, kalandorket plusz 10 XP-t ad. Egyébként csupa érdekes dolgok vannak itt elrejtve a pálya kezdésekor. Onnan jött? Ide jövök, igen. Egyébként hajlamos vagyok hirtelen 180 fokos fordulatot venni és rossz irányba menni. Ne kérdezzétek, hogy miért. Ez egyszerűen kérdés, még számomra is. Azt mondja. Jaroskú. Oj! Au! Azt láttátok azt a Matrixot? Wow! A többi sír majdnem jön? Úgy tűnik nem. Akkor viszont ideje beszervánom egy pajzsot! Megvagy kis pajzsocska. Sok arany, ami igazából nagyjából 40-50 arany. Ma van 117 aranyom. Az baromi jó kezdésnek. Na, shield. Vagy akarom mondani pajzs. Bocsi, hogyha véletlen angolul mondom, de valamilyen oknál fogva én úgy szoktam meg. Ennyi egy csindisznocska. Come here! Pajzsra egyébként jóval jobbak az esélyeink bizonyos szörnyek ellen. Sőt, az összes szörny ellen jobb, mert... Hát, egyszerűen ki lehet védeni pajzsra a támadásukat, míg karddal csak egyes szörnyekét, mint mondjuk a... Az a tücsök valami. Meg... Hát az ilyen karddal harcoló szörnyek, mint a csontvázak. Ezeknek ki lehet védeni a csapásait, meg még van a hullarabló, ami igazából nem tudom fordítani eredetileg. Mármint úgy értem, hogy ugye hullarablónak fordították, de angolul a neve Ghoul. És ez annyira fura, akárki akármit mond. Azt mondja, jó, menj csak a kettesre, és... Daj, sírmoiz! Jej! Gyere! Látjátok, pajzsra mennyire egyszerű megölni őket? Holott egyébként, hogyha pajzs nélkül jöttek ezek ellen, nagyjából az életeteknek csak 50%-a marad meg. Jó esetben. Rossz esetben pedig meghaltok, mint a shit. Tehát, szakszerű magatokkal vinni egy pajzsot. Erre nincs még valami egyéb dolog eldugva. Á, de, hogyne, jól emlékeztem én egy... Ennyi mágikus gyógyítás, egy gyenge gyógyítal, meg még pár arany. Egyébként igen, megéri szétnézni, főleg ebbe a kis templomba menni. Én először nem tudtam ugye semmit erről az egészről, és nem mertem bemenni a templomba, mert egyszerűen féltem attól, hogy rám ront valami olyan szörny, amit igazából még csak a második fejezetbe bírnék megölni. Úristen, semmit nem látok. Ez csodálatos. Yeah! Hey! Oj! Na ez az, észrevett engem. Az a célom egyébként, hogy beinduljon rám, mert akkor szépen oda fog menni a rácshoz, ami neki nem fog kedvezni, de nekem igen. Ugyanis én képes vagyok átütni a rácson, viszont nem. Hát, és ha sikerül is neki, akkor is kivédem az ütését. Egyébként, itt még nem kell félni ezektől a hangoktól, mert általában ezek a hangok olyan ellenfeleket jelölnek, akikkel nem túlságosan jó dolog összeütközni. Szióka! Gyere! Cic. Na, így né. Gyere meg egy kicsit. Húst. Gyere ide. Cic. Még egy kicsit.
Gyere már! Miért félsz tőlem? Na, gondolom ezért. Na, akkor lényeg, hogy most ugye kívülről nem lehet kinyitni ezt a rácsot, szóval le kell esnünk azon a kis csapdán, amit eddig átugráltam. De nincs kedvem leesni és bedarálva lenni egy sírmoly által, mert nem bírom előrántani a kardomat, mert folytában rám csapkod. Azt mondja, ugye sírmoly kivégezve. Nehéz ládákat megéri kinyitni, mert általában olyan dolgok vannak bennek, amik ütnek. Na jó, persze ezekben még nincsenek, mert nagyon-nagyon kezdők vagyunk még, és ilyenkor nem kapunk jó cuccot, mert miért kapnánk? Úgy természetesen. Jó, legalább fákját kapunk, de igazából én egyébként a játékot ugye már háromszor kivittem ez alatt, egy fákját nem használtam el. Kalandor, ez az. Na, szóval, ugye, hát kis ilyen háromszor kivittem a játékot, egy fákját nem használtam, de kétszer használtam ilyen, melyik az a mágia? Fényvarázslat. Na szóval, olyan fényvarázslatot azt használtam párszor, és nem nagyon tudunk mit mondani rá, mert oké, és mert választhatsz a sötétbe, tehát vagy megvakulsz, vagy pedig nem látsz semmit. Mert általában a fényvarázslat az szépen belemászik a képedbe, és nem látsz semmit a hatalmas fénytől. Ez szerintem borzalmas. Nem hagytam ki valamit? De utálom ezeket a hangokat. Annyira horrorisztikusak és annyira stresszbe jön az ember tőlük, hogy teljesen összerándul erre, semmi hú de action dolog nincs. Egyébként úgy döntöttem, hogy a Donnal viszem ki az egészet, mert az a nehezebb. És természetesen én ilyen mazoista vagyok, hogy a legnehezebb úton akarom kivinni, ami csak lehetséges. Nem tévedtem el, megint olyan helyre jövök, ahová általában nem szoktam fölmászni, mielőtt még elfelejtem. Masszal... valaki. Annyira rossz, hogy nincs neve. Mi volt az ott fönn? Mi az ott? Biztos csak a madarak. Ugye pár nyilvesszőt... egy rövidi. Aha! Ezt eddig észre sem vettem, hogy itt van egy, mert hogyha megszeditek az első ijatokat, akkor ugye kaptok 10 LP-t. Ami igazából semmi értelme nincs, de attól függetlenül tök jó. Mert ugye az LP az alapjáraton semmit nem ad. Áú! Ez fájt. Szóval tökéletesen értelmetlen dolog, akármit is csinálni. Mármint amiért kaptok ilyen dolgot. Éj, ott van. Ja, az ott olyan. Éppen várám, hogy átharapja a torkomat, de egyelőre iszok egy kicsit a hordó vizéből. Egyébként olyan nyugodt hangulat itt az egész, meg olyan nyugodtan lebeg a hátamon az a pajzs. Mindegy. Hello, Jan! Hey, you there! Ciao! What are you doing here? The boat I was on sank. I landed on the beach. So, one of the crew survived the storms, eh? We'd heard it was just the Inquisitor. You don't look like you're with the Inquisition. I was a stowaway. On an Inquisition ship? You're lucky they didn't catch you and throw you overboard. Amúgy, ha az Inquizícióhoz akartok csatlakozni, még akkor is elvégeztetitek az első olyan küldetéseket, amik a poncsárhoz fűződnek, mert jövedelmező. If the robes catch you here, you'll be in trouble. If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without one. There may be something around here. Jó. Have a look. Come back to me when you found something. Jó van, akkor egyelőre nézzünk szét a házba és fosszuk ki az egészet, csak hogy örüljön szegényem. Ebbe volt egy kulcs. Jó, ott van egy gyenge gyógyítal, ha jól látom. Igen, egy gyenge gyógyítal. Ez csodálatos egyébként kezdésnek. Jó, csirkehús. Viola, aminek igazából soha nem fogom hasznát venni, mert tény is való egyébként, hogy ez a... Minek is hívják ezt? Alkimia. Az alkimia ez egy nagyon hasznos dolog, de annyira nincs rá szüksége az embernek. Találj egy valamire való fegyvert. Még ez legalább hosszabb ez a fegyver, nem ilyen rövid, mint ez a kis vadászkés. Meg hárommal többet sebez, ami igazából nem jelent semmit. Lényeg a lényeg, hogy van egy fegyverem. Jan. I found this sword. Good. I hope you know how to persze, use it. Tudom. Szerinted? Na, mit tudsz mondani erről a helyről? Az nagyon engem nem érdekel. Na jó, mégiscsak. What do you want to know? Na. Looks like I'm going to be stuck here for a while. Anywhere I can get some food or pick up some gold? Ha! Not round here at any rate.
I just asked for this post so I can watch the storms. Amazing things when they blow past. Strange how they never come inland. Neked is vannak érdekes szokásaid. Szereti nézni a viharokat. Kész. Why not? It's full of Inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn White Robe cult at the monastery. Uh-huh. I'm with the Don myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp. But freedom's freedom. I'd head to the swamp. See if the Don will take you in. Or try your luck in Harbour Town. Just stay away from the monastery. Báj, már nem értem igazából az egészet. Ja, én úgy értem, hogy ugye ha Donnak elvégezünk egy halom küldetést itt a táborába, attól még nem leszünk az embere. És ettől függetlenül még választhatjuk az Inquisíciót a kikötővárosba. Hát ez baromira érdekes. So is Harbour Town safe? What are the Inquisition doing then? Not much at the moment. There are still some of our boys in there. They might help you out. And that White Robe lot probably won't bother you too much. I can show you the way, but believe me, you'd be better off at our camp. Ja, teljesen igaza van egyébként, hogy jobb helyünk van a táborba, is kezdésnek. Yeah. There's a girl came ashore with me. She's in an abandoned house to the south. South? Must be the old shipwrecker's house. I'll head that way later. If she's there, I'll take her somewhere safe. Jó van. Emberbarát. Jó van. A monostor. Ja. You mentioned a monostor. Amúgy az a fura, hogy ugye a monostor, benne van az, hogy mono, azaz egy. Tehát a monostorokban ugye bár szerzetesek szoktak élni, a kolostorokban szerzetesek szoktak élni, meg remeték. De a monostorban viszont egyetlen egy remete él. Benne vagy olyan mono. Ez a fura, hogy monostor és tömbben van emberekkel. Hát érdekes. De nem akarok kikötővárosba menni egyelőre. Mit tud nekem a Don ajánlani? Meat, beer, a job. He might even train you as a fighter. Az jó dolog. You got a sword after all. Most they'll let you have up at the monastery is a staff. Just a bit. Egyébként az a fura, hogy amikor a monostorba mentem, ugye, hogy mágust legyek, akkor kiképzésen így is úgy is túl kell esni, és akkor megkaptam a botot, én szépen maradtam a király kis macsétámnál, azzal lemészároltam mindenkit, erre megszólal, hogy az Erik, az edző, ő igazából az aréna mester, és így megszólal az Erik, hogy hú, még sohasem láttam egy olyan embert, aki ilyen jól bánik a bottal, mint te. Hát igazából a legviccesebb már csak az, hogy igazán nem is bottal ütöttem, de mindegy. Na, mutasd azt a táborhoz. All right. Show me the way to your camp. Good man. Follow me. Egyébként jó dolog megkérni, mert abba is plusz XP származik, és az csak jó dolog. Új, várjál, te idióta. Elfejtettem valamit itt elintézni. Itt van egy vaddisznó, ami egyébként eléggé nehéz ellenfél ezen a szinten, tehát könnyedén meghaltok, ha nincs pajzsotok. De nekem van pajzsom. Jó. Látjátok, mennyi életerőmet levette? Na, ez nem jó. Így kell meghalni. Nem, amúgy inkább nem is próbálkozok most ezzel. Mert tök felesleges. Zanyítás képesség birtokában továbbis a segítségevel. Lezárt hálákat és ajtókat törhetsz fel. Tök jó, de a mágus vagy, akkor kapsz egy olyan varázslatot, hogy ki tudtak nyitni minden zárat. Még a lehetetlent is. Szóval... Akkor mi értelme van ennek? Na mindegy, azt mondja, gyógyfűszer, meg egyéb nyalánkságok. Jó ez így. Azt mondja, még egy gyógyfűszer. Ja nem is, ez bogyó. Egyébként a bogyónak is annyi értelme van, hogyha megtanáltak az alkimiát, 10 darab bogyóból tudtak csinálni egy mit is? Azt hiszem életerőitalt, vagy plusz 10 életerőitalt, vagy erőitalt, hát azt már meg nem mondom. Háj! Áó! Kettő ütés ezzel? Faszta! Persze csak a fiatal. Mert a rendes az, hát hogy is mondjam, kicsit nagyobb kihívás. Töltem... kalandorked. Egyébként ezeket teljesen fölösleges gyűjteni, mert... esetleg lehet belőlük csinálni ilyen... kalandoritalt, ami plusz 100 XP-t ad, de... annak sincs túl sok haszna.
I've seen ones like that before. Ha lusták vagytok szörnyeket öldökölni, akkor esetleg mentek vele valamire. You won't be seen up there. Otherwise you'll be snatched up and taken to the monastery. Do you want to be a slave or a free man? You're really hammering this home, aren't you? Ah, sorry. You're right. You're your own man. Free to do what you like. Come on. It isn't much further. Jól van. Az akkor végre elérkezhetünk a Dawn táborába, ami igazából nem olyan nagy durranás, hogy őszinte legyek. Farkasok. Ott még nincsenek farkasok. Arra van két csontváz, arra nem menjetek el kezdetbe, ha csak nem vagytok nagyon kigyúrtak. If you follow the path north, you'll come to our camp. És szintlépés csak azért, mert elhozott minket idáig. Thanks for your help. You've been through enough. You deserve a bit of kindness. I'm sure I'll see you around. Köszi. Good luck. Akkor most vagyunk kettes szintűek. Ismétlem, kettes. Úristen, de kicsi vagyok még. Oj! Mi folyik itt? Hol volt ez a sündisznó valami? Á, ott van! Nem, rossz sündisznó! Tudom, hogy te jössz itt baloldalt. Ouch! Ez fáj, te! Na most gyere! Hát ez nem buli! Akárki akármit mond, ez azán nem volt annyira jó dolog. Na mindegy, akkor ezeket egyelőre hanyagoljuk. Úgy tűnik, mindenféle páncizat nélkül eléggé cikijenek kimenni. Ugyebár, hogyha elvégzünk bizonyos küldetéseket, megkapjuk a kis... minek is nevezzem... A munkás öltözéket megkaphatjuk. Ja, tudom, ezt már egyszer elmondtad. Igen, ez is megvan. Vagy adjak még egy próbát ezeknek a... sündisznóknak? De most inkább a mentek előtte. YOLO! You only live once. Na, még egyszer. Szét! Na, most egész jól tartom magam. De mi ez a... De bazarontottam, hogy nem vártam meg a... teljes menetét a kis tüskés patkánynak. Na, meg is vagy. Még több hús, ez az, hús. Kell is semmire nem megyek vele. Erre egyébként nem nagyon éri meg bemenni, mert egy rakás falkas. Falkas, ez az. A farkas falka van benn. Azt mondja... Igen, erre szépen befele haladunk. Jézusom, de nagyon nem van az FPS. Na, várja. Hey! Te is ilyen ultra hardcore tüskés patkány vagy, te? Tudom, hogy szeretsz. Én is szeretlek. Na, gyere! Nincs harmadik ütés? Már értem, hogy ilyen koccanás. Kicsit leesett az FPS, így, hogy oda mentem a mocsárhoz. Egy annyira nem borzalmas. Á, persze, még több tüskés patkány. Mert miért is lenne kevesebb? Egyébként majd lesz egy olyan küldetés, hogy le kell mészárolnunk, azt hiszem, 4-et vagy 5-öt. Az... Jó, mondjuk addigra már gondolom meg lesz a jó kis páncélzat. Ez nagyon fáj, te! Azt hiszem, itt lesz valahol majd egy vizes hordó. De nagyon érik már, hogy azt használjam. Jó, gyógyfűszer. Egy mocsári kender. Vagy... Jaj, mocsári kender, már túlságosan gotik hangulatban vagyok. Szóval sima kender. A... Risen 2-ben meg teljesen más nevük van ezeknek. Nem. Ne mindegy. I'm just taking a look around. Ja, jó van. Just messing. Have to make my own entertainment. Gets a bit boring round here. Apart from the rotworms eating. Mi az a korhadék féreg amúgy? Jó, még ott van mögötte. Nagy nehezen lehet kivenni csak.
creatures is not the way a man should go. Hang on, I think I've got a map somewhere you can have. Ez az, köszi a térképet, kár is soha nem fogom használni, de azért köszi. Jó. I'm new around here. Got swept in with the tide. De az ár sodort partja, nem pedig a dagály. Na mindegy, nem kötök bele a feliratba. Vagy akarom mondani, hogy magyarosításba. It's run by Don Esteban, our leader. I wouldn't mess with him if I were you. He's got some fighters working for him that'd break your jaw as happy as looking. Tökéletes. Akkor ez az én kedvenc helyem. What can you tell me about the temple? Came up from the ground about the time these storms started. And all these beasts came out of it. Never seen the like before. Indescribable they are. Our fighters soon sorted them out. I doubt there's much still alive in there. Well, apart from the Don. He's moved into the temple now. Don't see him very often. No one really knows what he's doing in there. Me, I say hunt, kill, and don't ask too many questions. Jó felfogás. Where can I get a better weapon? Depends on what you're after. Some swear by a good blade. Others prefer the heft of an axe. I'm a hunter, so I favor a bow and arrow. I've got a couple of nice specimens here, actually. For the right price, I'm sure I can part with one. Üzleteljünk. Let's try. Hát, én ugye nem nagyon szeretek íjászt vinni. A Skyrimban mondjuk egyszer kivittem íjásszal, de attól függetlenül az még nem olyan hú de jó dolog. Persze, ez nagyon jól meg van csinálva ott, de akkor sem. Nem az igazi. Meg főleg, hogy ugye íjhoz természetesen mi más kéne, mint ügyesség. És én meg ugye erőre fogok gyúrni. Tökéletes aranygyűrű, jó, ezt el is adhatjuk. Meg ha jól emlékszem, volt egy gyöngyünk is. Aha, meg is van a gyöngyöcske. Csont. Jó. Egyébként megéri ezeket eladni. Basszus, egyébként karom az olyan ellenfeleken szokott lenni, akiket nehéz legyőzni. Egy sovány erszény. Kagyló, jó, ezek a kagylók, ezek teljesen fölöslegesek, ezeket nem tudunk mit csinálni. Tolvajkulcs, még kellhet. A térkép, nem. Nem az igazi. Nincs valami, amit érdekesen el tudok adni? Mármint úgy értem az érdekeset, hogy nem teljes aranyért, hanem mondjuk valami 0,2-ért. Ó, pont egy ilyen van itt. Csak egyetlen egy kell. Na, így kerek. Ugye természetesen lefele kerekítés kevesebb aranyat ad mindig a jó kis ember. So, I couldn't say for sure, but he's become very keen on collecting gold at the moment. He's got diggers working these ruins, and he always gives them a share. He's good like that. I think maybe he's planning on trying to take back. Ja, tényleg azt tervezi amúgy. Gold commands a lot of power around here. Ami kifejezetten jó ember ez a Don Esteban, attól függetlenül, hogy a banditákat vezeti. Akár ki akár mit mondani, azt mondom rá, hogy ő egy kerek ember. Nem úgy értem, hogy kövér, hanem úgy, hogy jó természetű. What are rotworms? They can't really be described. Indescribable they are. They're like giant rotting worms. You can ask me. What do you hunt in the swamp? Yeah. Less and less. There are only a few beasties. They may look unappetizing, but you'd be surprised what our cook can do. About the only thing left big enough to feed us all is this large worm over to the west. But he's a big fella. I really need help to take him. So, you haven't always been here in the swamp? Nah. We used to have the whole of Harbortown until the Inquisition came. All their magic and robes and stuff. They pushed us out here. Between you and me, I think the Don's pride took a bit of a knock. He hasn't been the same since. Most folks hate this place, but I like the fresh air. New things to hunt. Always felt too cute. Hát, szerintem nem akarsz ott kínvadászni, amilyen dolgokat én már láttam. jó. What else can you tell me about the Inquisition? Same as everyone else, really. Jó. Don't get too close to them, or you'll find yourself dragged off to that monastery. They're not right in the head. I think they do something to them up there. I'm keeping well away. I'd like you to do the same. How about I help you hunt this woman?
Oh, that's good of you. Tell you what, if we kill that thing together, I'll give you 30 gold. I hope you're well prepared. Don't want your death on my conscience. Várjál egy kicsit. Hát az, itt tényleg van egy vizes hordó. Azt hittem, hogy rendes hordó lesz. Már kezdtem kételkedni abban, amit megjegyeztem. Most gyorsan fölnyom fúra az életeremet, mert ha jól emlékszem, 3 ütéssel megöl egy ilyen korhadék féreg. A nagy, rohadó féreg. Nagyon szépen leírtam ugye a Doug. Júj. Jó, még ezt a korhadék féreget megölöm, betérek a táborba, és szerintem ott lesz ennek a videónak a vége, ugyanis már szerintem így is nagyon hosszúra nyúlott. Na, Doug. Jó. Na, öljük meg! Come on, let's go kill this rock. That's the spirit? Right. Ready your weapon. Jó van. Stay close to me. Öljük meg ezt a férgát, amúgy baromira nem lehet kivenni. Ott van. Hey, jó. Gyere! Egyel neki tudom védeni az ütését? Gyere már! Ne, dög! Üss meg! Come here! Ez mit csinál? Eltévedt. Jó van. Hát ez tényleg eltévedt. What the hell? Ez mi volt? Coward. Jó. Gyere már utána. Surrender. Gyere már, te szerencsétlen! Ekkora egy loser férget. Gyerünk! Nem látok amúgy semmit, még azt sem tudom a karakterem hol van. Come here! Úgy tűnik, ki tudom védeni az ütését. Veszélyes préda. Yay! Na. Szólíts már meg! Ah, mindegy, úgy tűnik, nekem kell megszólítanom. See, that's what being a hunter is all about. The thrill of the hunt, the buzz of the kill. Oh, that's made my week. Kár, hogy ölte meg. I've killed that worm. You don't need to worry about it. One less worm. Hey, if you're going to camp, can you take this rope? They always need food there. Összesen egyébként 10 darab nyers húst kell vinnünk Rachelnek, és szóval ne süssetek húst, amíg nem találkoztok vele. Jó, nem akarok tanulni tőled semmit. Egyébként nem kicsit sebez, most láthatjátok mekkora sebez az emberre a korhadék féreg. Így, hogy nincs rajta semmilyen páncél. Így, hogy csak ennyi életereje van. Szóval tényleg 3 ütés vagyok neki, úristen. Kicsit rossz egyébként. Az, hogy bármik pillanatban meghalt az ember itt még. Tötöm. Jó van, akkor még iszok egy kis vizet. Beszélek Ricardoval, és ott lesz ennek a résznek a vége. Jéééé, túléltem ezt a részt is. Igazából meghaltam egyszer, vagy kétszer? Hányszor haltam meg ebbe a részbe amúgy? Na mindegy. Jó pár sírmoly ott is van. Amúgy nem tudom miért tűrik el az, hogy itt repkedjenek a sírmolyok közvetlen a táboruk mellett. Tudjátok, nem beszélek még Ricardoval. Mindenek a következő részben szétnézek a bondit a táborba, addig is esetleg. Kérdésetek, hanem, hogy eltépítek a játékot kapcsolatban, akkor írjatok oda egy kommentet, vagy YouTube-ra egy lehetőbb, az ilyen célja nevet, amit a leírásban találtok. Skype-on akkor majd. Nem tudom pontosan mikor leszek. Na mindegy. Akkor a következő rész is. Sziasztok!